A 38 éves kerekes 2010 májusában indult a nyugat-franciaországi Bretagne-ból, és egy évre tervezte körútját. I hope that I can inform the Bretons about the linguistic minorities in Europe. Egyrészt lehetőségem van a bretányiaknak beszámolni arról, hogy miként alakul Európa más nyelvi kisebbségeinek sorsa. Másrészt pedig tekintettel arra, hogy az Európai Unió határain belül nem kevesebb, mint 50 millió ember él nyelvi kisebbségben. Remélem, hogy felébresztem a többség lelki ismeretét az ők sorsukat illetően. I try to wake up the conscience and to inform them about the other situations, of course, yes. Lemaire, aki maga is kisebbségi, hiszen annak ellenére, hogy Bretagne akkora területen fekszik, mint Belgium, és a kelta eredetű nyelvet 4,5 millióan beszélik, a francia kormány nem ismeri el kisebbségnek, a nyelvet pedig nem lehet regionális szinten sem hivatalos nyelvként használni. Az elszánt kerekes Bulgáriába, majd Görögországba látogat, és Spanyolországon keresztül tér haza Bretagne-ba.